Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy mondjam, volt MSZP és Szombathelyi képviselő, aki most már nincsen ugye előzetesben, viszont folyamatosan kapjuk ezzel kapcsolatban az információkat. Most például kiderült, hogy a Pesti Srácok újságírója, Füsi Angéla, hát elég komolyan mélyen belefolyt az ön büntető ügyébe. És ugye a hírek arról szólnak, amit most már mind a két fél cáfol, hogy kikit keresett meg, hogy az MSZP-s Németh Szabolcs, illetve most már nem MSZP-s, mert hogy most már kizárták a pártból, ő volt az újságíró informátora. Volt bármilyen konfliktusa ezzel az ex-MSZP-s férfivel, hogy idáig fajult ez az ügy, aminek a végén ezekre az információkra hivatkozva az előzetesét meghosszabbították, mert hogy ez is kiderült a hvg.hu cikkéből. Igen. Németh Szabolcsal én még szerintem életemben személyesen soha nem is találkoztam. Tudtam, hogy ő van az MSZP-ben, a Facebookon volt ismerősöm, de sokáig nem. Tehát egy idő után kiderült, hogy van egy Németh Szabolcs, aki informálja a Pesti Srácokat, és Litesi Csandás jött rá, aki a polgári pereimbe járt el, hogy az a Németh Szabolcs egyenlő az MSZP-s Németh Szabolcssal, ugyanis a Pesti Srácok tanúként idézte ellenem a Németh Szabolcsot, és akkor a Litesi Csandás felfedezte, hogy az a Németh Szabolcs, aki ott van a tárgyalóteremben, ugyanaz, mint a Facebook képen a Németh Szabolcs többek között, az én ismerősem között, hiszen a Németh Szabolcs név eléggé gyakori. Úgyhogy akkor bukott le a Németh Szabolcs először, amikor a Pesti Srácok tanúja volt ellenem, mert oda rángatták a fővárosi törvényszék elé, ahol Németh Szabolcs elismert, hogy régóta ismeri egyébként a Füsi Angélát, különböző levelekkel bombázta a belügyminisztert ellenem, meg, és ezt is elismerte, hogy ő ezeket a leveleket elküldte a Füsi Angélának, a Füsi Angéla pedig ezekből a levelekből cikket írt a Pesti Srácokban, például az, hogy én dőzsölök az Árkánban. Például. És ugye azt is tőle tudhatja állítólag, hogy ön sok pénzt adott gyanúsítottaknak, hogy külföldre szökhessenek, és emiatt is meghosszabbították az előzeteset. Igen, most már egy utólag az ember mosolyog rajta, de egy évvel ezelőtt, amikor ilyen furcsa körülmények között a mentelmi jogom ellenére mégse engedtek szabadon, ekkor indult egy büntető eljárás, valószínűleg a Németh Szabolcsnak a feljelentése alapján, ami eljutott a Pesti Srácokhoz is, hiszen a Füsi Angéla megküldte a legfőbb ügyésznek a Németh Szabolcs neki küldött feljelentését, amelyben valószínűleg Németh Szabolcs azt írta le, hogy én két bűntársamat Németországba akarok szöktetni, fegyvert szereztem nekik Szlovákiából, pénzt adtam nekik, és az én németországi rokonomhoz fognak szökni, még az Europolt is bevonták, és kiderült például, hogy hamis az a cím, kiderült, hogy nincsenek hamis okványok, nincsenek fegyver, nincsen pénz, de arra jó volt, hogy két hónapig nyomoztak abban, hogy én egyébként a büntetőeljárás befolyásolására törekszem, hát ilyen disznóságok történtek egyébként az ügy átterében. Hát néző legyen a talpán, aki tudja követni ennek az ügynek a fordulatait, viszont az kicsit egyértelműbb, ami most ugye Szombathelyen történik. Idéznék egy mondatot. Ténylegesen a Fidesz forgatókönyve lenne, hogyha én szembe mennék a saját társaimmal, de ez értelmeztetetlen. Ezt ugye nekem mondta, amikor legutóbb itt volt. Ez tartja? Persze. Akkor értelmezzük már azokat a Facebook bejegyzéseket, amik azután születtek, hogy már nem volt házi őrizetben, amelyekben ugye a nehézkesen összejövő szombathelyi együttműködés különböző tagjait kritizálja, némandozza az LMP-t, és azt mondja, hogy a Jobbikra semmilyen szükség nincsen. Március 8-án írt egy hosszú kommentet, és ott idéznék egy komment előtt. Milyen furcsa egybeesés, hogy Szegrédi úr házi őrizetét március 7-én megszüntetik, és ő rögtön március 8-án elkezdi fúrni az ellenzéki együttműködést. Van egy ilyen olvasata ugye a közvéleményben ezeknek a kritikáknak. Hát, ezekre mit reagál? Hát van egy-két irányított komment, aki ilyen jellegű narratívát akar ennek adni. De azt hiszem keveseknek van olyan papírja az országban, hogy nem fideszesek és nem a Fidesz érdekét szolgálják, mint nekem. Tehát az, hogy mondjuk mennyire aljas egy ilyen jellegű narratívába, részletesebben ennél nem akarok belemenni. De én azt gondolom... menjünk! Jó. Mert hogy ugye van egy olyan érvelés is, hogy hát lehet, hogy pont azért engedték ki az előzetesből, házi őrizetből, hogy most ezt az együttműködést megfúrja. Igen, de két hete meg pont az volt az apropója az ATV-s szereplésemnek, hogy az ügyészség nagyon-nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy velem szemben kényszerintézkedés legyen, hiszen nem az ügyészség szüntette meg velem szemben a kényszerintézkedést, hanem a bíróság. Uh-huh.
Magyarul az ügyészség, aki szíve szerint még mindig börtönbe tartana, most továbbra is meg akarja a házi őrizetet hosszabbítani, ebbe egyébként nincsen döntés. Másrésztről pedig, akik ezeket a butaságokat egyébként vagy emberi butaságból, vagy aljasságból gondolják, azok azt képzelik, hogy Pólt Péter leegyeztette a Fidesz-szel, hogy akkor Cegléri Csabát, akivel be akarták dönteni az MSZP-t és a DK-t, hiszen nem véletlenül volt, ami másfél évig előzetes letartóztatásban, hiszen azt akarták, hogy mind az MSZP-re, mind a DK-ra terhelőket mondjak. Tehát egy ilyen jellegű narratívát épített a Fidesz az ügyészség asszisztálásával. De senki nem gondolhatja komolyan, hogy majd engem kiengednek, és akinek ilyen szerepet szánta, okay, engedjük el ezt az érvelést. Az majd éppen Szombathelyen fog bármifajta gondot csinálni úgy, hogy egyébként én azt gondolom, hogy komoly felelősségem van abban, hogy a szombathelyi baloldalnak hogy alakul a jövője, hiszen az elmúlt 20 évben én ennek az építésén dolgoztam. És én féltem a szombathelyi baloldali közösséget attól az LMP-től, aki 5 évvel ezelőtt fölrúgta az utolsó kanyarban a megállapodást, Siffer úr volt egyébként ebben a bűnös, illetve féltem a szombathelyi baloldalt azzal a Jobbikkal való összefogással, amely Jobbik például a 4228-1944-ben Auschwitzba elhurtolt szombathelyi polgár vonatkozásában soha egyetlen egy szót nem mondott, soha nem mondták azt a szombathelyi jobbikosok, hogy attól a fogalmazunk finoman, szalonnáci beállítottságtól elhatárolódnának. Ugye az... Mondjanak ők ebben a kérdésben valamit, hiszen vannak baloldali szavazók Szombathelyen, akik emlékeznek még arra, hogy beleköpött Fideszes a Dunaparttól lévő cipőkbe. Ugye ez a baloldal nagy dilemmája most. Most beszéljük ki ezeket, ne augusztus végén, meg szeptemberben a kampányban. Igen, de az LMP... Ugye azért, mert korábban felrúgott egy együttműködést, ezt nem lehet rajta folyamatosan de leverni, létezik, hogy most végre az LMP nem sokan így kommunikálnak, hogy végre beállt. De az LMP nem létezik, miért baj? Az LMP nem létezik Szombathelyen. Az LMP polgármester jelöltje Horváth Zoltán 5 éve 660 szavazatot kapott Szombathelyen polgármester jelöltként. Én a saját választókörzetembe kaptam 960-at. Én úgy érzékelem, hogy Ungár Péter azon dolgozik, hogy legyen Vas megyében LMP. Ungár. Ungár Péter szerepe szerintem rendkívül furcsa, én pedig hadd engedjem meg magamnak azt, hogy csodálkozzak azon, hogy Schmidt Mária fia a maga furcsa hátterével, a budai milliárdosként mit keres Szombathelyen. Mert van olyan elképzelés, és mit keres ön szerint? Szerintem bajt jött csinálni Szombathelyre, ez az én véleményem. De most nem, tehát hogy a másik fénytörés a dolognak, hogy Cegléri Csaba csinálja a bajt, amikor végre valahol megállapodtak az indulásban, és egyébként ugye a Jobbikról is beszéltünk, erről nem beszélt már Gyurcsány Ferenc, mert ugye ön a DK színeiben is tart fórumot, miközben pont Gyurcsány Ferenc mondja azt, hogy tetszik, nem tetszik, a Jobbikkal is tárgyalni kell. Igen, csak szerintem nem lehet, tehát az összefogás rendkívül fontos, mert le kell győzni a Fideszt, de az összefogás kérdését nem lehet uniformizáltan kezelni, nem lehet azt mondani, hogy ami Miskolcon, Nyíregyházán, vagy mondjuk Budapest második kerületében működik, ugyanannak kell mondjuk Szombathelyen, vagy Nagykanizsán. De honnan tudja, hogy ez nem működik Szombathelyen? Csak említettem a kérdést. Április végén az a kutatás, amiről beszéltünk, az többek között nem csak azzal fog foglalkozni, hogy... Na jó, de ön március 8-án kezdte el kritizálni ezt az együttműködést, még minden közvéleménykutatás előtt. Nem mondhatom el a véleményemet. Tehát én azt mondtam, hogy van 2000 Jobbik szavazó Szombathelyen, volt 5 éve az önkormányzati választásokon. Szerintem a mostani Jobbik 14 egyéni jelöltet sem tudna Szombathelyen kiállítani, és nekünk a Jobbik szavazóira van szükségünk, azokra a szavazókra, akiket komoly munkával meg kell győzni arról, hogy a baloldali összefogásra szavazzanak. De arra nincsen szükségünk, hogy a hátunkon bevigyünk egy jobbikos képviselőt, aki soha többet nem jutna be a szombathelyi képviselőtestületbe. És a szombathelyi képviselőtestület jobb lenne azon jobbikos képviselő nélkül. Ugyanígy van az a 1000 LMP szavazó maximum Szombathelyen, azt az 1000 LMP szavazót kell meggyőznünk, mert a szavazóikra szükségük van. Én azt vetettem föl, hogy 5 évvel ezelőtt sem volt szükség az LMP-re és a Jobbikra, nem biztos, hogy most szükségünk van rájuk. A szavazóikra szükségük van, és nem véletlenül nyertünk meg 5 éve 7 egyéni választókörzetet Szombathelyen, amire nem nagyon volt példa az országban, hogy a baloldal ennyire jól szerepelt volna, 9-fős frakciónk lett. Az azért volt, mert számos jobbikos és LMP szavazó rászavazott az erős baloldali összefogásra, mert már 5 éve is volt ugye, baloldali összefogás. Azért nehéz a helyzet, mert most feltételezősekről beszélünk, egy 2014-es eredményről, azóta nem láttunk közvéleménykutatást,
viszont akik az ön fellépését kritizálják, ők azt mondják, hogy egy finoman szabad Ceglédi Csaba, nyilván az ártatlanság véleme abszolút megilleti, hát nem biztos, hogy jó ómen, hogyha ő próbál itt most előre törni a baloldali összefogás tótumfaktumoként, meg megmondó embereként. Egyrészt, másrészt meg ki tudja, hogy ön is mondta, lehet, hogy holnap megint előzetesbe kerül. Ez se egy életbiztosítás ellenzéki indulóként. Túlzás, hogy holnap előzetesbe találnék, vagy kerülnék. Hogyha még nagyobb mártírt akarnak belőlem csinálni, akkor nyugodtan, bár erre azért jogszabályi lehetőség nincs. Én azt gondolom, hogy én 20 éve veszek részt a szombathelyi közéletben. Az, hogy másfél évre ez megszakadt, az a mostani hatalom, amely nem tisztel már se embert, se törvényt, annak a hatalomnak a fellépése volt. Én azt tudomásul... De van egy büntető, ugye nem érzi, hogy ez, mondom, az ártatlanság véleme mellett ez egy balansz? Tehát magyarul, hogyha a Fidesz az ügyészséget felhasználva nekiáll levadászni baloldali szereplőket, olyanokat, akik rengeteg borsot törtek a Fidesz oldalán, mert ahol én vagyok az, aki egyébként a drogügyet kirobbantotta a Szombathelyen, én vagyok az, aki számos ügybe belementem, az arcomat adtam hozzá a Fidesz elleni csatározásba, tehát én ebben nem változtam meg. Tehát ezzel ön azt mondja, hogy ha a Fidesz nekiáll az ügyészség felhasználásával levadászni baloldali politikusokat, akkor a baloldal pedig egységesen határolódjon el. A szomorú... Ezt nem én mondom, ezt az ön saját szövetségesei mondják, az LMP, a Jobbik, a az Momentum azt mondja, hogy nem akar a Momentum egyébként beállni, a Momentum hogyha ön előáll. A Momentumot én nem láttam még ebben a kérdésben megszólalni. Az, hogy az LMP és a Jobbik mit mond Szombathelyen, az meg nem releváns, mivel tudjuk, hogy azzal a szavazótáborral nem rendelkeznek, mint amit ők magukról mondanak. Én azt mondom, hogy rendkívül fontos az összefogás, de meg kell tudnunk, hogy mit gondolnak egyébként a baloldali, korábban a Jobbikhoz kötődő, illetve az LMP-hez kötődő szavazók. Ebben sokat fog majd mondani az április végi közönkutatás. Én már nagyon várom azt a közönkutatást, hogy beszéljünk akkor legközelebb. A szavazókra van szükségünk, és a szavazókat kell komoly munkával meggyőzni, hogy szavazzanak az összefogásra. Köszönöm szépen. Én köszönöm.